A gyerekek nagyjából mindentől tudnak szorongani, és ez hatványozottan igaz akkor, amikor új közösségbe kerülnek. A gyerekek életében az egyik legnagyobb váltás az, amikor óvodásból iskolásokká válnak. Ezt a váltást egyébként az iskola, a pedagógusok és a szülők is szeretnék megkönnyíteni az iskolások számára. Hogy ez az István Király Általános Iskolában hogy működik, azt most megmutatjuk önöknek, és a szülők ráadásul megnyugtató tippeket is kapnak. Köszöntöm önöket! Megfogom a jobb kezemmel a jobb fülemet, megfogom a jobb kezemmel a jobb vállamat, megfogom a jobb kezemmel a jobb csípőmet, megfogom a jobb kezemmel a jobb térdemet, megfogom a jobb kezemmel a jobb bokámat. Minden testrészüket elvitték a suliba az István Király Általános Iskola első B osztályos diákjai a tanév 7. munkanapján. Miért ez a bal keze, Ádi? Mert ott dobog a szép ügy. Nagyon ügyes. A kisiskolások ugyan már elkezdték a tanulást, a játékot azonban nem hagyták abba. Bár az óvodáról iskolára váltás így sem egyszerű a gyerekek számára. Mi az, ami nehéz nektek a suliba? Hát maradni. Nehéz picit sokat ülni. Miért szereted a legjobban az iskolát? Hát mert itt nem kell aludni. Mindig jó volt ott aludni. A gyerekek többsége az egy helyben ülést viseli a legnehezebben. Akadnak, akiknek az alvás hiányzik, míg mások többet rajzolnának vagy játszanának az udvaron. Itt nem kell aludni, mint az óviba. Szeretem a tesiólát, és azt, hogy már így egyre jobban cseresek barátokat. Csak azt tetszett az óviba, hogy tudtunk szégfoglalozni. Én nem szeretem az óvit. Miért? Nem, unalmas volt. Abban minden gyermek egyetért. Tanulni jó még, akkor is, ha az fárasztó tevékenység. Az osztás órát szeretem. Az óvi nekem már unalmas volt, hogy így üljünk körbe, meg minden. Mindig fáradt hagyok a sok tanulásban meg. Unom, hogy mindig ülünk, tess, és jó a tanulás. Neked mi a rossz, mi a nehéz itt? Nekem az, amikor melegen van, és még akkor is tanulunk az iskolába. Az első B osztályfőnöke azt mondja, az első néhány hónap egy átmeneti időszak a gyerekek számára. Annak ellenére, hogy egy picit bezárva éltük az életünket előtte, ennek ellenére a gyerekek nagyon szépen felkészültek az iskolára, és nagyon várták az iskolát láthatóan. Nagy öröm nézni egyébként reggelente, hogy csak mosolygós arcokat látok, amikor megérkeznek az iskolába. A tananyagot természetesen elkezdi az osztály szeptemberben, a fő hangsúly azonban nem ezen van. Ez egy átmeneti időszak, nagyon sokat játszunk, nem ülünk olyan sokat a padban, mint ahogy esetleg a gyerekek érzik. Nagyon sok a körjáték, nagyon sok a mozgásos játék. Ugye hát nem egyből azzal kezdjük, hogy a betűket tanítjuk, hogy olvasni tanuljunk, illetve már belecsöppentünk abba is, de emellett képesség és készségfejlesztés folyik, tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek ugye tudják, hogy melyik a bal kezük, jobb kezük, vagy éppen jól tájékozódjanak a térben, a testükön, mert ezek mind fontosak ahhoz, hogy gördülékenyen menjen majd az olvasás. Tanulás, ami ugye tudjuk, hogy mindennek az alapja. Ez a gyerekek második hete az új helyen, a tanítónénikkel azonban már felépült a bizalom. Nagyon kommunikatívak a gyerekek, és nagyon nyitottak felénk, úgyhogy az ismerkedés az nagyban folyik, és úgy gondolom, hogy nagyon közel vagyunk már egymáshoz, nagyon szeretjük egymást. Hát az oktatás nyilván, a tanítás nem lehet szétválasztani a neveléstől, tehát ez a kettő, ez szorosan összefügg.
és nyilván itt is vannak szabályok, amit be kell tartani a gyerekeknek. Ez az első időszak, ez arról is szól, hogy ezt nagyon sokféle helyzetben, nagyon sokféle szituációban gyakoroljuk, hogy mi az, amire figyelni kell, mi az, amit be kell tartani, hogy itt mindenki jól érezze magát, és ne érje például baleset a gyerekeket. Picit még én mindig gyerek vagyok, és ez kell is ahhoz, hogy ilyen bizalmi kapcsolat alakulhasson ki a gyerekek és én közöttem. A kiselsősök számára nem szeptember 1-én kezdődik az iskolával való megismerkedés, a járvány miatt azonban nem tudtak a nagycsoportosok az iskolában játszani, és csak a nyár végén volt a gúlyatábor is, melynek szintén az a célja, hogy megkönnyítsék a gyerekek számára a beilleszkedést. A gólyatáborban délelőttönként 2 nap, itt lehettek a gyerekek, megismerkedtek a tanítónénikkel, egymással, és egyáltalán magával az épülettel, a szokás jogokkal, vagy lehetőségekkel, a szabályokkal egy picit, és készültek arra, ami nagyon fontos volt, hogy az első napokban abszolút nem sírtak a gyerekek. Mindig azért akad egy-két tanuló, akinek fáj elválni a szülőtől, de a szülők azért egész idáig bekísérhették őket, illetve a tanítónénik fogadták a gyerekeket. Az igazgató szerint az osztályfőnököknek és a tanítónéniknek óriási a felelőssége, de Krélingné Kovács Tünde úgy véli, minden kollégájában megvan a kellő empátia, játékosság és határozottság ahhoz, hogy a gyerekek mindegyike megtalálja a helyét az új közösségben. Empátiát. A szabálytudat az azért fontos, hogy érezzék azt, hogy vannak határok és biztonságban vannak. A másik oldalon pedig az, hogy képes vagy rá és legyen motiváció, illetve azt, hogy ő ügyes. És érezze azt, hogy szeressen iskolába járni, jó legyen itt az osztálytársak között, és azért a dicséret meg mindenképpen nagyon fontos, más tanulónál is természetesen, de az elsősöknél meg különösen. Azt hiszem, hogy az elsős tanítónénik nagyon jól, játékosan és beleérző képességüknek a legmagasabb fokán próbálják kezelni a gyerekeket. Nagyon sokszor megkönnyezem a ballagásnál, vagy a búcsúnál a tanulókat, hiszen volt 120 centi, vagy 140 centis kis tanuló magasságra, és nagyon sokszor lépcsőről érem el, hogy puszit adhassak neki. Tehát azt gondolom, hogy az életem során nekem is volt olyan osztályom, hogy második osztálytól 8. osztályig vittem őket. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb és legszebb érzés az életemben, mert végig és nyomon követni azt, hogy egy pici elsősből igazából már egy majdnem felnőtt, aki nem biztos, hogy tudja, hogy mi szeretne lenni, de azért középiskolát választ, és elengedni a kezüket igazából nem is rögtön jönnek vissza, hanem évek múlva, és akkor tudják megbecsülni azt, hogy jó volt itt, vagy nem volt itt jó, de én azt gondolom, hogy mivel tanárkollégáink is vannak, volt tanítványok, szülők között nagyon sok volt tanítvány van, azt gondolom, hogy azért ez magáért beszél. Kihez repülök a Tita Bogár? Micsoda kezek vannak itt! Nem? Segítek, hozzám, mert még egy nyelvet is kilogott. Fogd meg nyugodtan. És mondd el. Az, hogy apával voltunk Horvátországban, és voltak medence is, és a biciklivel beugráltam a vízbe, egyszer lemerültem anyamére, és gyűjtöttem 10 darab kagylót, feljöttem, azt egy ideig köhögtem, és utána pedig beültem a csónakba, azt visszament. Hofferné Horváth Zsóka, a Tóvárosi és az István Király általános iskola pszichológusa. Nagyjából 1000 diák, a 2 tantestület és a szülők fordulhatnak hozzá segítségért. A szakember szerint, ha néhányszor sír az iskola kezdés idején a kisdiák, nincs baj, de ha ez rendszeressé válik, az problémát jelenthet.
Egyszer-kétszer sír még az elsős, az abszolút lehet attól, hogy hiányzik neki a testvér, a barát, az anyuka az óvodából, a bármi, amit megszokott. Hogyha ez újra meg újra visszatér, az például egy figyelmeztető jel, tehát hogyha heteken át van egy fontos tünet, ilyen jelek lehetnek még az agresszivitás, tehát hogy esetleg az empátia, az együttérzés hiánya, tehát hogy ebbe a korban még tanulják azt is, hogy hogyan legyenek empatikusak, de hogyha nagyon nagy dühösség van bennük, sok agresszió, akkor ott fontos szakember segítségét kérni. A tanítónőkkel való együttműködés nagyon fontos, mert ők sokat látnak a gyerekből, és hogyha ők is jeleznek valamit, hogy ez valóban probléma a közösségben, akkor az például egy figyelmeztető jel lehet. Azért jó elsőben is már odafigyelni, mert akkor nem lesz sokkal nagyobb probléma később. Tehát, hogyha már elsőtől kezdve odafigyelünk, hogy a gyerekünk be tud illeszkedni a közösségbe, nem agresszív, nem fél, nem túl visszahúzódó, hanem szép fokozatosan szeret ott lenni, akkor későbbiekben nem lesz egy sokkal súlyosabb probléma, mint a lavina. Tehát, hogy most még csak pici ez a probléma. Fontos ilyenkor segíteni. Több nagy váltás van az emberek életében, de az egyik legmeghatározóbb változás, amikor az óvodásból iskolás válik. Hofferné Horváth Zsóka szerint szülőként úgy segíthetjük fel a gyerekeket ezen a lépcsőn, ha minél többet beszélgetünk velük. Sok nagy váltás van az emberek életében, de ez biztos, hogy egy nagyon fontos változás, hiszen a játékos világból egy teljesítményorientáltabb rendszerbe kerülnek a gyerekek. Természetesen a kolléganők, a tanítónők nagyon ügyesen, fokozatosan hozzák be a tanulást játékosan, de amire nagyon fontos odafigyelni, az az ismeretlentől való félelem, szorongás oldása. Hiszen a gyerekeknek megváltozik a mindennapi ritmusa az életének, és ezért is fontos, hogy felkészítsük a gyerekeket arra, hogy az iskola más lesz, mint az óvoda, és tudjunk beszélni velük erről. A pszichológus hozzátette, a gyerekek mindentől képesek szorongani, szülőként akkor cselekszünk helyesen, ha ezeket megpróbáljuk oldani például azzal, ha nem várunk el tőlük túl sokat. Lényeges dolog, hogy el tudják mesélni, hogy mit élnek, meg nem csak az, hogy mit ettek, mit tanultak, hanem milyen élmény volt az iskolában lenni, milyen érzéseik vannak. A közösség is más itt, mint az óvodában, és sokkal fontosabb az önálló teljesítés. Tehát most már nem közös játékok vannak csak, hanem egyre több mindent kellünk nekik egyénileg képesnek lenni, hogy meg tudják csinálni. És erről például nagyon fontos, hogy otthon is szó legyen, meg a kollégáknak is nagyon fontos dolga, hogy a gyerekeknek a teljesítményre való vágyuk ne váltson el szorongásba, mert nagyon gyakran tudnak teljesítmény szorongani a gyerekek, és ez fontos feladat a szülőknek is, hogy nem baj, hogyha a gyerek nem 100%-osan teljesít, főleg nem első osztályba, és legyünk rugalmasak ezzel kapcsolatban. Ha még első osztályban nem olyan ügyesen ül és figyel, majd beleszokik az iskolában. Ez egy ilyen időszak. Mindentől tudnak szorongani, félni a gyerekek. Itt nem az a kérdés, hogy mi az, ami tárgya a szorongásnak, hanem milyen lelkiállapot miatt szoronganak. Tehát, hogy alapvetően, ha megvan a biztonságos környezetet adó család és iskola, és az érzelmi nevelés fontos része az életünknek, a gyerekeknek, akkor ez a szorongás tud oldódni. Az elsősöknél nekem is nagyon fontos feladatom ennek a szorongásnak az oldása, amit osztály- és csoportfoglalkozások keretében meg is csinálok rendszeresen nagy örömmel. A hosszú iskolás nap után a gyerekek legfontosabb feladata a pszichológus szerint nem más, mint a semmittevés. Nagyon fontos a haszontalan időtöltés otthon, ezt Vekerdi professzor úr fogalmazta meg, ő mondta azt, hogy nem kell mindig vetköztetni, etetni, ezt csinálni, néha csak legyünk együtt, és éljük meg ezt örömmel telve, és a gyerekeknek nagyon változó a hangulata, hogy éppen akarnak-e mesélni, vagy sem, erre is legyünk tekintettel. Érdemes úgy felhozni a témát, hogy akár rajzolás közben rajzoljunk az iskoláról, vagy könyvek segítségével, mesekönyvek segítségével. Janikowski Évának van több ilyen témájú könyve, de más mesekönyveknél is. Nézd, a Mackó iskolába megy, nektek is ilyen az iskolapad, és mesélj, vannak barátaid, mint a Mackónak a mesekönyvben. Bármilyen témában fel lehet hozni, nagyon sokat segít, hogyha lehet velük mesésen, és játékosan beszélni erről, de hogyha odafigyelünk a gyerekünkre, és elkapjuk azt a hangulatot, amikor szívesen mesél, akkor elég csak párat kérdezni, és,
és egyszerűen csak visszatükrözni azt, amit mond tényleg, és akkor ő folytatni fogja. Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. Ahogy most a kígyó tekeredik, úgy változik a gyerekek fejlődési ritmusa és az iskolához való viszonya is. De ez így van jól, a teljesítmény ebben az időszakban még nem kell, hogy igazán fontos legyen. A szakemberek szerint arra kell fókuszálni, hogy a kicsiket otthon és az iskolában is biztonságos közeg vegye körül. Kedves nézőink, ez volt az Úton magazin szeptemberben, két hét múlva találkozzunk újra, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!